Felfegyverkezve elkövetett magánlagsértés és garázdaság büntette, rongálás büntette és zaklatás vétsége miatt emelt vádat a szolnoki járási ügyészség azzal a szolnoki férfival szemben, aki egy családi vita miatt bézbólütővel és csavarkulcsal verte szét a hozzátartozója saját és munkahelyi gépkocsiját is. Itt a SAN megjelent a közeli hozzátartozói szolnoki házánál, ahová az ott élő idősebb férfi hozzátartozója egy családi konfliktus miatt nem akarta beengedni, és őt távozásra szólította fel. A férfi akkor egy baseballütővel a ház előtt parkoló, a hozzátartozója használatában lévő, de munkahelyi gépjárművét elkezdte megrongálni, annak visszapillantó tükrét, szélvédőjét betörte, majd onnan a kiskapuhoz ment, és a hozzátartozóját megöléssel fenyegetve megpróbált bejutni az ingatlanba, miközben folyamatosan verte baseballütővel a kiskapunak a kilincsét, felmászott a kiskapura, az ő bejutását az ott élő hozzátartozója csak fizikai erővel tudta megakadályozni. Mivel a vádlott nem tudott bejutni az ingatlanba, és az ütésektől a baseballütője is eltört, ezért elővett egy szerszámkulcsot, és azzal elkezdte megrongálni a ház előtt parkoló másik gépjárművet, ami a hozzátartozója tulajdonában állt, azt teljesen összetörte, majd ezt követően odament a korábban a baseballütővel már megrongált gépjárműhöz is, és annak még sértetlen részeit szintén összetörte, így a motorház tetejét, ablakát, illetve lámpáit betörte. Az idősebb férfi a gépjárművek további rongálásának megakadályozása érdekében kiment az utcára, ahol a vádlott vele dulakodni kezdett, azért, hogy az ingatlanba az idősebb férfi belökésével bejusson. Ekkor egy utcabeli férfi segített az idősebb férfi hozzátartozónak, és így együttesen sikerült földre kényszeríteniük a támadót, és őt ott is tartották a rendőrség kiérkezéséig. A rongálás következtében mindkét gépjárműben milliós nagyságrendű károk keletkeztek. A járási ügyészség a férfivel szemben a vádiratában, abban az esetben, amennyiben beismeri az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését, 1 év 8 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztés büntetésre és 2 év közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt. Az ügyben a szolnoki járásbíróság fog dönteni.